Így jó, drevőgyek és a tekbetyárt nézitek. Nagyon örültem, mivel több héten keresztül nálam volt az egyik legérdekesebb és talán egyik legjobb kínai telefon, a Xiaomi Mi Mix 2, tehát íme pár gondolat a telefonról. A Mi Mix 2 talán az egyik legjobb folytatás a telefonok történetébe, mivel nagyon jól kijavítja az elődjei problémáit, bár még egy probléma mindig megmarad. Ez a telefon megjelenésre nagyon egyedi szerintem, és egyszerűen prémium anyag felhasználással találkozunk minden egyes pontján a telefonnak. Kezdve a 24 karátos kameralencse védővel, vagy mondjuk a kerámia hátlappal, ízig vérig ez a telefon prémium. Ez az új lenyomatolvasó tényleg olyan gyors, hogy tulajdonképpen nem lehet olyan gyorsan rátenni az új lenyomatolvasóra az új adat és lehúzni, hogy a telefon ne oldjon fel. Ez pár vicces szituációhoz hozzá is vezet, néha olyan gyorsan old fel a telefon, hogy még a szoftveres gombok be se töltenek. Elég ennyit a hátlapról, beszéljünk egy kicsit a telefon kijelzőjéről. Ami hatalmas, egy 6 incses IPS LCD kijelzőt kapunk, és most már nyújtott 18:9-es méretarányban. Így a Mi Mix 2 az előtthöz képest sokkal inkább kezelhetőbb, sokkal inkább hétköznapibb telefon. Most már kapunk előlapi hangszóró rácsot, és hogyha megfigyelitek a kijelzőnek a tetejét, láthatjátok, hogy a selfie kamera nem a kijelző tetején van, hanem a kijelzőnek az alján. Érdemes azt megemlíteni, hogy idén ez sokkal inkább belesimul a telefon aljába, mint mondjuk az elődnél. Ez a telefon nem a selfieseknek készült, ugyan lehet vele selfieket készíteni, hogyha elforgatjátok a telefont, de a legtöbb alkalmazás, mondjuk Messenger, Instagram, Snapchat nem támogatja azt, hogy el tudjátok forgatni a telefont és vele együtt az alkalmazás is elforduljon. Tehát így egy kicsit komplikáltabb selfieket készíteni. Prémium minőséget kapunk a hardwareben is, én nagyon pozitívan csalódtam a Mi Mix 2-re, sokkal rosszabbra számítottam, azt kell, hogy mondjam. Egyszerűen az alkalmazásváltás szuper gyors és imádtam elsődleges telefonnak használni. Viszont ha már szoftver, nem mindenki szeretheti a Xiaomi-nak a saját felületét, de ezt könnyen le lehet váltani más launcherekkel. Hagy említsem meg a hátlapon lévő 12 megapixeles F2-es kamerát, amivel nagyon jó kis 4K-s videókat készítettem, és egész jó fotókat is lőttem vele. De azt kell, hogy mondjam, hogy a Xiaomi Mi Mix 2 számomra még mindig az egyik legérdekesebb és legnagyobb pozitív csalódás az idei évben. Magyarországon nagyjából 150 ezer forintba fog kerülni, hogyha bármi pontos információt fogok megtudni, akkor link a leírásban. Ha pedig sokaljátok az árat, akkor pedig akár 90 ezer forintért megvásárolhatjátok a Doji Mixet, ami valljuk be eléggé hasonlít a Mi Mixre. Természetesen itt sokkal gyengébb kamerát, teljesítményt és egyéb specifikációkat kapunk, de az összeszerelési minősége szerintem nincsen semmi probléma. De azt el kell, hogy mondjam, hogy a felhasználó élménye annál inkább. Meglepő módon 64 GB belső memóriát és 6 GB RAM-ot kapunk. Egy gyenge új lenyomatolvasót és egy kicsit lötyögő SIM-tálcát. A szélekig tartó kijelzőt itt is megkapjuk, ja és a kijelző csak 720p. Ezt így itt hagyom. Viszont lenne egy kérdésem felétek, hogyan tetszett ez a kínai telefon bemutató? Szeretnétek-e ilyet a jövőben is, más telefonokkal kapcsolatban? Válaszoljatok a kommentbe. Én Drevi voltam, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!